Hát fú, én csak így igazgatom a nyakkendőmet, meg izgatott vagyok, meg izzad a tenyerem, meg minden. Hát az egyik kedvencem ül itt velünk szemben, és azt olvastam róla, hogy az egyik legszebb magyar színésznő, és hogy ezzel mindenki egyetérte, vagy nem, azt én nem tudom, de hogy itt most hevesebben ver egy szív ebben a stúdióban, az kétségtelen. Szeretettel köszönjük Ónodi Esztert. Én nem merem kimondani a nevét. Megpróbálhatom? Közös fotó, egy autogram. Itt ül Ónodi Eszter. A Hajmár meg című film kapcsán hívtunk, szia, üdvözlünk szeretettel. Egy-két nappal ezelőtt Kovács Adéllal már beszélgettünk a film szomorú apropójáról, úgyhogy a rendező elvesztéséről, úgyhogy ezt most itt kihagynánk, hogyha nem bánod, mindemellett nagyon tisztelettel gondolunk Zoltára, mert hogy elég szomorú téma. Inkább picit a történetet vegyük át, mert azt szerintem pont Adéllal nem beszéltük meg. Egy nagyon érdekes kis szerelmi háromszög. Mennyire dráma itt ez a történet, hogy ott egy ember elhúny, és annak a két fontos hölgye az életéből találkozik, vagy inkább vígjáték? Nem tudnám pontosan meghatározni a műfaját ennek a filmnek. Ez egyébként a Zoltán művészetének abszolút sajátossága, hogy nem egy vegytiszta műfai rendező, hanem mindig keveri a film műfajait a filmen belül. Ez egy Márton László novellából indul, aminek az az alaphelyzete, hogy egy asszony megérkezik egy másik nőhöz, közli vele, hogy a férfi, aki 20 éve ide járt minden hétvégén, már többet nem jön, mert elhalálozott. Az egyik asszony a feleség, a másik asszony a szerető. És ebből persze még ezerféle úton el tudna indulni ez a történet. A mi esetünkben elindul egy, természetesen egy ilyen női féltékenységi kivagyiságból táplálkozó sztori, de aztán ez a film közepe táján teljesen irányt vált, és egy csavarral, egy szinte már tarantinói, nem is tudom, akcióvígjáték szerűség lesz, de mondom, csak így hebegek, habogok a műfaját illetően, egyrészt már nem vagyok kritikus, majd ezt ők besorolják, hogyha gondolják, másrészt pedig tényleg olyan sok minden van ebben a filmben belerakva, hogy nagyon nehéz megfogalmazni. Igen, mert hát, hogy erről a bakterről, vagy a mozdonyvezetőről elég érdekes történetek derülnek ki, tehát hogy alvilági kapcsolatai vannak, igen. Egy szállítmány. Élt egy kicsit. Igen. Már rögtön a macskaja jutott eszembe, ott is igen, a vasút van, meg van a szállítmány. Van vasút benne, van benne szállítmány, van benne sok rossz ember, meg annyi jó ember, és van benne sok-sok filozófia, van benne rengeteg szerelem, úgyhogy tényleg ezért nem tudnám egy vágányra, hogy stílusosan fogalmazzak, kijelölni. Viktor, talán most már egy kérdés ki tud préselni magából az első megilletettség után. Igen, te mindig ilyen szép vagy. Hogy nem csak a készülök rá. Mennyire volt nehéz belehelyezkedni abba a szerepbe, amit végül rátszadtak? Minden szerepbe nehéz belehelyezkedni. Egyfelől, másfelől pedig nem nehéz. Tehát, hogy nem éreztem semmi különös kihívást ebből a szempontból. Ugye én ezt már tudtam jó pár évvel ezelőtt a Zolitól, hogy ezt a szerepet tulajdonképpen így nekem szánta, tehát nem volt ilyen szempontból castingon, vagy nem voltam castingon. De én nem szoktam ilyen érzelmi alapon hozzányúlni semmilyen szerephez, hanem mindent a feladat távolságtartásával kezelek, és persze a forgatás alatt persze teljesen bele bújok ennek az embernek a bőrébe, de ugyanolyan nehézséget jelentett ez a forgatás is, mint tavalyi az anyám és mások doporondok, amikor utoljára találkoztunk. Nálad sosem csúszik véletlenül össze, hogy az a szerep, vagy annak az adott szereplőnek az élethelyzete borzasztóan rímel a te egyik vagy korábbi élethelyzetedre, vagy éppen aktuális élethelyzetedre, amely miatt esetleg nehéz tőle elvonatkoztatni? Ilyen még nem volt az életemben, hogy egy az egyben, hála Istennek, azt kell, hogy mondjam, hogy hála Istennek, mert különben annyira zavarban lennék tőle, és szerintem extra nehézséget okozna, hogy nem tudok egy normális távolságot tartani a szerepem és én magam között, hogy szerintem ez egy kicsit ilyen skizoid állapot lenne. Tehát nyilván a szerepformálásban mindig már megtörtént események füzéreiből fűzöm föl a karaktert, tehát hogy amihez nyilván van közöm, de olyan még, hogy egy az egyben az én életemnek az adott pillanatára rímelt volna rá valami, olyan még nem volt. És mondom, tényleg hozzáteszem, hogy hál' Istennek, mert szerintem az egy ilyen kattanás közeli állapot lenne.
Olyan már viszont volt, hogy egy szerepet eljátszottam, és annak a szófordulatai, mozdulatai, reakciói később visszaköszöntek a saját életemre, és akkor tudtam, hogy én most pont úgy reagálok, mint ahogy reagáltam. Jé, ez nem is én vagyok. Ki vagyok én? Igen, hogy ezt én már valaha csináltam. Igaz, hogy tök más körülmények között, és ott volt egy kamera velem szemben, de fordítva még nem volt. Milyen az a nő, akit te alakítasz ebben a filmben? Úgy tudnám leginkább megfogalmazni, hogy a Kovács Adél ellentétéhez viszonyítom, tehát, hogy ő ugye egy nagyon szikár, hideg, törékeny, porcelánbaba. Ez a nő, aki én vagyok, ez pedig egy húsvér, dögös, tökös, ahol a test, ahol a... Bőrcseki is. Az nincs benne. Nincs. Farmer Jackin van, de Bird Jackin nincsen. Aki az életet imádja, akihez a főszereplő férfi, akiről ugye nem tudunk sokat, meg csak a vége fele, akihez menekült ebből a másik nőből. Tehát ők így adták ki a kettőt, volt a szellem, az ideák és tényleg az ész, és volt a másik felén az érzelem, a szerelem, a szex, a minden, ami érzék, és minden, ami kézzelfogható, és ez a figura voltam most, ebben az esetben én. Beszéljünk kicsit a forgatásról is, fantasztikus kollégák szerepeltek a filmben, azért Hegedűs D. Géza, Csákány Eszter, Törőcsik Mari. Kulka János, milyen volt, Kulka János, igen, tehát csak egy sort elkezdtem. Igen. Milyen volt a hangulat? Igen. Nagyon jó volt a hangulat, tényleg. Az Oli ugye egy nagyon különleges személyiség, és lehet első látásra egy rettenetesen erőszakos és akarnok, zsarnoknak gondolni őt, de voltak éppen ez mind-mind mélységes irónia és humor és hatalmas szív az egésznek a mélyén. Tehát ha voltak is hangos hangok, az mind a forgatási nap végére egy hatalmas nevetésbe és kibékülésbe, és tehát ugyanolyan szenvedélyes maga a film is, mint amilyen a forgatás volt. Ezek mellett pedig tényleg csodálatos családdá alakultunk, és nem csak a szomorú aktualitás miatt, hogy ugye az egész stáb ott volt a temetésen, ami szerintem egy nagyon szívszorító dolog volt, de ugye a régi munkatársa, gondolok itt, az négy operatőre volt a filmnek, ami hát eleve egy nonsens, ilyet én még nem láttam, hogy egyszerre, és négy olyan világklassz is, mint a Koltai Lajos, a Nagy András, a Medvigy Gábor, és maga az Oli is, aki sokszor ő maga vette föl a kézikamerás felvételeket, és egy fél percnyi nézetkülönbség vagy veszekedés nem volt soha közöttük. Ilyen harmóniában én még nem láttam négy ilyen egót együttműködni. Úgyhogy persze rengeteg nehézségünk volt, sok éjszakai forgatás, vidéki forgatás, de hát ezt már ugye az ember megszokta, hogyha tudja, hogy kamera elé kell állni, akkor az sosem egy normális, kipihent arc, hanem mindig rengeteg, vagy nem alvás, vagy még nem alvás. De hát ez már tényleg így van benne. Volt valamilyen extrém helyzetetek, vagy valami olyan körülmény, amire nem számítottatok? Hát pont az első nap az egy olyan extrém helyzet volt, van egy ilyen kínzó vallatás, kínvallatásos jelenet. Ez jól hangzik. Igen, ahol egy medencében, egy üvegmedencében voltunk összebilincselve egymással, Kovács Adéllal háttal, és ilyen, hát majd meglátjátok, hogy milyen módon kínoztak bennünket, és mindezt a Zoltán a Salgótarjáni Hotel Karancs 8 emeletes szálloda, már nem használt szállodának a tetején képzelte el, ahol nincs lift, tehát mindent, az összes lámpát, az összes köbméter vizet, és az összes szereplőt, inkluzíve Törőcsik Mari, úgy kellett fel diszponálni a 9. emeletre, mert ugye az inkább 8+1 volt. Marika mondjuk, ő saját lábon följött, az tényleg respekt teljes mértékben. És mindehhez volt egy olyan augusztusi nap, ami mondjuk 40 fokos napsütésben zajlott, tehát leégtünk. Az mint tényleg szép időnk volt. Utána mind a kettőnknek Adéllal jártunk a fülészetre, mert azért egy napot a medencében tölteni ruhában nem annyira higiénikus, bár tényleg mindig bele szórtak mindenféle fertőtlenítőket a vízbe, de az azért, hogy a fülünkben már egy idő után belement a víz, hát mert bele kellett menni. Tehát így indítottuk ezt a filmet. Akkor rögtön túl voltatok a nehezén. De mondjuk ez tényleg így volt, igen, szóval. Igen, igen. És örültünk utána utólag, hogy de jó, hogy nem novemberre jutott ez a jelenet, amikor -3 fok volt, és köd és szakadó eső, mert ilyenben is volt részünk a forgatáson. És egyébként egy szuper rendezői fogás, hogy a stábot még az elején jól megküldöm, gyerekek, cuccot felpakolni, Eszter kérni, kapd a hátadra a kamerákat, lódulj neki 8 emelet, utána bármit kérhet, azt mondod, hogy ennyi. Ezt már hallottam is egy világosító fiúktól, akik még nem dolgoztak az Olival, hogy hova hoztál minket, mondták a főnöküknek ezután a nap után.
hogy ezt akarjuk csinálni 40 napon keresztül? 8 emelet statívokkal a hátunkon? Beülsz a premierre megnézni? Nem tudom még, hogy mikor lesz a premier. Te tudod már? Nem. Na, hát akkor, ha nem játszom és nincs előadásom, akkor igen, de félek, hogy lesz. Te csak a végére remélem, odaérek a meghajlásra. De ha, nem, ha meg tudom nézni, megnézem, persze. Összegezve a beszélgetést, tulajdonképpen ez egy milyen film? Összegezve a beszélgetés, fogalmas is nem láttam. Még arra beszélünk, hogy vígjátéki elemek, de közben meg hát szerintem egy izgalmas film, tehát nagyon sok extrém és tényleg különleges helyzet van benne. Remélem, hogy megtalálja a nézőit, mert amilyen különleges maga a film, nyilván nem a legegyszerűbben befogadható amerikai 0.2-es akcióvígjátékra készüljön az ember, mert nem annak való a film, de szerintem én azt gondolom, hogy nagyon sok ember megtalálja benne, mivel annyira sokféle film van benne, mindenki megtalálja a saját maga érdeklődési körét, bízom benne én. De mondom, én még nem láttam, úgyhogy szeretek így beszélgetni valamiről, amiről tőlegetve fogalmam sincs. Ez igaz. Sok mindent elárultál, köszönjük szépen. Ezt tehát akkor a Hajmár meg érdemes lesz majd figyelni rá. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy Onodi itt voltál. Esternek köszönjük, és most egy puszi Viktornak. Különösen köszönöm, hogy itt voltál.